Több jubileumot ünnepel ebben az évben a nyíregyházi Bem József általános iskola, maga az intézmény 70 éves, a jelenlegi épületet pedig 30 éve használják a diákok. Az akkor ritkaságszámba menő hatalmas tornacsarnoknak köszönhetően a lányröplabda és a fiú kézilabda gyors fejlődésnek indult, az elmúlt három évtizedben több később válogatottsági jutó sportoló kezdte pályafutását a Bemben. Az épület adottságaira építve az akkori vezetőség, ugye Gubacsi József volt akkor az igazgatónk, úgy gondolta a vezetőség és a nevelőtestület, hogy ezt kihasználva a röplabda, a kézilabda és a játékos sport volt az a három sportág, ami elindult annak idején. Nyilván az emelt szintű angol nyelvoktatás már 40 éves lesz, tehát az már a régi épületben is működött. És azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket sikerült elérnünk ez alatt a 30 év alatt, a röplabda tekintetében is, és a kézilabda játékos sport tekintetében is. És ez a mai röplabda gála, nagy öröm számunkra, hogy meglátogat bennünket Szakmári Gréta válogatott röplabdázónk, ugye, aki magyar bajnok is, és itt kezdte a röplabdát a mi iskolánkban. Szakmári Gréta első sikereit a diákolimpián aratta a Bem színeiben. Azóta többszörös bajnoknak, kupagyőztesnek és sokszoros válogatottnak mondhatja magát. Jelenleg a német Pánden Schwerin játékos a csapatával az elmúlt hónapban szerezték meg a bajnoki címet. Nagyon eleven hiperaktív gyerek voltam, és nagyon sok sportot kipróbáltam. Én itt a Bem József általános iskolában általános harmadikba kezdtem a röplabdát. Ugye a lányoknak a röplabda volt, még a fiúknak a kézilabda. Nem tűntem tehetségtelennek, hiszen az átlagnál magasabb voltam, mint a többiek, és hát ez így megragadt is, már ezt űzöm 10x éve. A Nyíregyházával szereztem meg életem első magyar bajnoki aranyérmét, majd azt követően Békés Csabán, és most egy sikeres évet zárva a német bajnokság aranyérmét is zsebre rakhattam. Teljesen másként a röplabda, mint itthon, sokkal gyorsabb. Nem lehet évelején megmondani, hogy ki lesz a bajnok, de folyamatosan szemmel követtem, hogy mi folyik itthon az itthoni bajnokságban. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt is egyre erősebbek a csapatok, és itt is nagyon sok a kikimérkőzés. Szakmári Gréta elmondta, hogy még egy évig biztosan marad Németországban. Az elmúlt két esztendőben a legjobb magyar női játékosnak megválasztott röplabdázó a válogatottal is szeretne jól szerepelni a következő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon.